Na, szevasztok, üdvözlünk benneteket újra a Horvát Gazdaság csatornáján. Ezen a gyönyörű, verőfényes szombati napon. Lehet, hogy egy kicsit túlöltöztem a mai napra. Mai 20 fokra, 18-20 fokot mondott mára, meg annyi is volt, néztem a hőmérőt otthon. De kicsit szeles az idő. Mondjuk már a 11 milli esőt mondott, nem tudom, hogy hol lesz az a 11 milli eső, majd meglátjuk, még mondjuk megjöhet, bármikor beborulhat egy pillanat alatt. Úgyhogy ma kitaláltunk egy extra programot, de majd az intro után meglátjátok. Lehet, hogy már sejtitek, miről van szó. Na szóval, csináljunk valamit ezen a jó időben. Már biztos láttátok, hogy nekünk van ez a 3420-as John Deere rakodógépünk, amivel visszatérő probléma, és itt van a bajtárs, mezőbe talált bajtárs, szarvaskoma. Na szóval a visszatérő probléma ezen a gépen sajnos, már mióta nálunk van, vagyis jobban van, szerintem már mióta hozzánk került, ez így van, hogy van egy elektromos probléma, amire nem tudunk rájönni, hogy miért van. Már megnézettem több szakival is, de senki nem tudta orvosolni ezt a problémát. Úgyhogy most megpróbálok egyénileg belemélyedni. Jó, poros a motor. Ezt is le kell takarítani. Szóval arról van szó, hogy ennek teljesen elektromos a hidraulika rendszere. Van egy elektromos vezérlése van a hidraulika rendszerének. És valahol szerintem van valami zárlat, vagy kábel kidörgülözés, vagy nem rendes kontakt, nem viszi át rendesen az áramot, és menet közben állandóan letiltja a hidraulikát. És akkor ugye már gányolva volt, már amikor hozzánk került, hogy is levettem az áramot, azt hittem az este, hogy nem vettem. Már kicsit kezdek feledékeny lenni. Én legalább úgy kezdem, hogy lefújhatom a motort. Na szóval az a probléma, hogy menet közben, rakodás közben letiltja az egész gémet, meg az összes funkciót. Most mondják, már széttörött ez a hülye joystick, de ettől ez működni kéne. John Deere-nál úgy van kitalálva, úgyhogy van egy biztonsági retesz, hogyha belenyúlsz, így beleteszed a kezed, akkor működik. Hogyha így van, akkor elvileg nem működik, de ez már mikor hozzánk került ez a retesz kapcsoló, szerintem már akkor már el volt romolva, tehát akkor már hibás volt. Mert már akkor be volt ide kötve egy másik kapcsoló, mindegy, én közben kicseréltem egy ilyen billenő kapcsolóra, hogy ez helyettesíti ezt a kapcsolót. Ez ki van hidalva ez a kapcsoló, ezzel a kapcsolóval, és hát amikor elindítod, induláskor meg kell szakítani az áramkört, meg zárni, hogy a kapcsolóval, mintha belenyúlnál, és akkor engedi működni a hidraulika rendszert, és azt csinálja, hogy letilt, és akkor állandóan ezt a kapcsolót kapcsolgatni kell, mint hogyha ki bele nyúkálná, és úgy engedi újraindulni a hidraulika rendszert, de van, mikor ez nem jön be, akkor meg kell állítani, le kell venni az áramot, újra rátenni az áramot, újraindítani, és akkor megint működik egy darabig. De most már tegnap ma olyan szintre vitte ezt a dolgot, hogy 5 másodpercenként kapcsolgatni kellett
egy fél métert kitoltam a gémet, már letiltott. És egyszerűen nem tudtunk rájönni, már több szakival megnézettem, meg mi is bazdírgáltuk, hogy nem tudtunk rájönni, hogy mi van, de én szerintem, sejtésem szerint ez egy olyan dolog lesz, hogy valahol kidörgözött a szám, mert szerintem valahol elég trehány helyen volt, és elég szarul néznek ki rajta a vezetékek. Úgyhogy mióta hozzánk került, azóta ezzel a problémával küzdünk vele. Valamikor így egy hétig elfelejti ezt, egy hétig nem jön elő ez a probléma. Tehát tavaly nyáron is, egész nyáron úgy rakta a gyerek vele, hogy egyszer nem tiltott le, egyszer nem állt meg, működött rendesen. De most megint elkezdte a hóbortját. Ez valami vezeték, ahogy lityeg, lötyög, döcög a gép, szerintem valami ilyesmi lehet, úgyhogy meg kell keresni ezt a problémát, úgyhogy már megpróbáljuk ezt megtalálni és orvosolni. Tehát most felemelem a gémet, hogy lehet, hogy előre ki kell fűzni azt az egész nagy kábelköteget, hogy végig tudjam nézni, hogy nincs-e megsérülve valahol. Hát ilyenkor, mikor elindítod és úgy érzékelni, mint hogy benn van a kezed, nem működik, semmit nem csinál. De hogyha újraindítod, már nem működik, már kellene, hogy működjön. Most látod, újra kapcsoltam egyet, és már megint nem működik. Most megy. Tudom, befélre az a vas oda. Van itt egy ilyen kitámasztó vas a munkaengerhez. Ezt kézzel nem bírom leszedni, persze. Nem baj, hoztam kulcsot. Döntöttem, hogy kiállok, mert nem bírom így kitámasztani sem, meg nem látok rendesen. Már letiltott. Látni, de hozok még levegő tömlött, mert ezt kis akarom takarítani, mert elég ganyi is már belőle. Itt talán már jobban látok.
róla tudni, hogy az a köteg, ami oda, onnan a vezérléstől előre jön, hogy az honnan, hol jön előre. És itt is van egy a rahedli vezeték begyűrve a tömlők alá, teljesen szigetelés nélkül. És ezek itt. Milyen vezeték? A jó ég tudja. Ez hova megy? Ez a köteg hova megy? Na szóval, hát nem tudom, hogy megoldottam-e a problémát. Találtam egy csomó sérült vezetéket. Azokat mind leszigeteltem. Hát majd meglátjuk, most egyelőre működik. Nem bohóckodik. Kifújottam a hűtőt, kifújottam a légszűrőt, lefújattam a motort. A téli gané. Hó! Az benne van még. Majd most kitakarítom. Hát, hogy porszívót kellett volna hozni, nem. Ilyen már történt, ugye szétesett. Sajnos. Úgyhogy... hogyan is volt ez? Volt ennek a problémája. Na, közben megoperáltam valami nagy szenvedések árán. Úgyhogy kellett itt már mindenféle eszköz, csavarhúzó, másik csavarhúzó, ilyen gumigyűrű, szimerén kiszedő, patentfogó, de megoperáltam, úgyhogy nem kellett szétbeleznem, csak a bovdent kellett kiakasztani, azt megfogtam itt a fogóval, megszorítottam, ne csusszom, ne húzza vissza, és visszafordítottam a nyelvet, és akkor ennek a rudazatnak a vége, van egy ilyen kis hajlítás benne, abba megy bele a nyelvnek a vége, és akkor ahogy benyomod, akkor így megemeli a másik felén, és akkor eltávolodik a retesztő, ugye, a fogashívtől. Úgy működik, és hogyha túlhúzod a fogashíven, ugye, mert most már majd rá kell állítani a kézifékre, mert már kopott, ugye, használatba kopik, és akkor nem lett ráállítani, meg túlrántottam hirtelen valamiért, és már szét is ugrott az egész, de úgy, hogy most megoldottam, úgyhogy most faszom. Na most már csak még utoljára megfújhatom a fülkét, utána meg lezsírzok. Lezsírzom azt akkor. Úgyhogy akkor nagyjából kész. Megnézem a zsírzót. Mire az van benne, de akkumulátor nincs. Egyszerű. Van itt egy
lyukas kezd jól lezsírozni. Ez már úgyis kuka lesz, már el van kopva. Mert ami még csak koszos lesz, azt nem szoktuk eldobálni. Anya beszokta dobni a mosógépbe, kimosni. És akkor... Na, ennél nem lehet zsírozni, ahogy hívják kukat. A kereszteket, úgyhogy az kimarad. Itt van egy közösítő, az fel kell nyitom a motoráztatót újra. Na, hozok egy 13-ast, hozom egy csomó rizogom. Az anyát kis késít. Nincs ilyen sofőrünk, tán, aki így nyomná a gázt. Na, szép jó napot mindenkinek. Újra itt. Ma már kedd van. Úgy néz ki, megy a rakodó is. Sikerült talán valamennyire elhárítani a hibát. Úgyhogy szép az idő. Befutott egy kocsi széna megrendelésünk. Azt már megcsináljuk. Lehet, hogy már holnapra megint mondja az esőt, vagy holnap utára mondjuk a egész hétvégére mondta, de hát ilyen pár milli eső lett, 4-5 milli, de hát az főszívta. Udvaron nem látszik semmi, úgyhogy aztán viharosan is fújt a szél, úgyhogy főszáradt. Ti már közben a vállatot. Na, rakódunk. Na, akkor kész a pakolás, most már csak kötni kell. Hol van a... Hol van az ötödik, mert öt rövid volt.
Ha elindultunk, megyünk. Mind a cunami. Ezt úgy kell mondani, hogy hasítunk. Hasítunk. Széthasítjuk a levegőt magunk előtt, mi? Ó, biztos. JCB. Na, megjöttünk, itt vagyunk, mindjárt kezdünk kötözni, és akkor reméljük, jön a, lehet, hogy az a Manitou lesz, az több, mint valószínű, pakolni. Úgyhogy peregjek. Na, a fasz a kis Manitou gyorsan lekapja, beteszi az udvarba. Ismét otthon, itthon, megjöttünk, igaz? Jó. Minden gond és probléma nélkül, szeretjük az ilyen utakat, ahol nincs probléma. Tulajdonképpen ez nem egy megrendelés volt, hanem az unokabátyám, vagy a unoka nagybátyámnak, na nyögjem ki, nagybátyámnak vittünk egy pár bálát, mert nekik van egy pár lovuk, meg jószágjuk, és akkor nekik szoktunk finni, úgyhogy ez nem egy nagy széna megrendelés volt. De ez is valami. Lovak hő! Na! Gyorsan dobtunk az ebnek egy pár falást. Azt most megyünk, befejezzük a géppark rendezést, hogy készen legyen, már lehet, hogy holnapra mondja az esőt, vagy holnap utára, hogy utána tudjunk mással foglalkozni is, már lassan a vetőgépet is elő kéne venni, de hát majd az még következő műsorszám lesz, úgyhogy még ezeket a rendezkelődéseket, amiket már több éve halaszgatunk meg tologattunk magunk előtt, azokat most megpróbáljuk bepótolni. Az idő engedi. Aztán majd meglátjuk, hogy mi sikerül. Na, nézzük, az öreg csocsessze, elvisszük hát ezt a hengert, ami rajta van, ezt is betesszük a gépparkba. Ezt a zúzó hengert. Nézzük, hogy indul az öreg csocsessz. Házat! Azért van súly ennek a hengernek. Még ez a nagy traki is megérzi. Macikázunk. Macikázunk. Helyeztük méltó helyére. Jön a következő. A tárcsa. Ez a világ legjobb gépe, a tárcsa. Leggazdaságosabb és leghatékonyabb. Sekély művelésre. Következő masina. A grubli. Na, elpakoltunk, nagyjából megvagyunk.
még a Matyit az épületnek az oldalából elszedi azt a... Ha? Lebírt a fotó? Igen, mindjárt várjál, még a többit is fotózom. Na, szóval itt vagyunk a egyik táblánkon, ahova helyeztünk el talajcsapdát, hogy meg tudjuk nézni, hogy mennyi ilyen földön vándorló, vagy hogy is mondják? Talajon közlekedő kártevő van. Tettünk ki a táblának a négy oldalára, beástunk műanyag üvegeket, hogy lássuk, hogy mennyi kártevőre számoljunk, hogy mennyire kell védekeznünk. Most megy az elemzés, a két agronómus elemzi, hogy mi van, úgyhogy majd mondom a végeredményt. Na, akkor itt vagyunk a következő csapdánál. Pokocska nem számít, ez az bogár, ez virágbogár, itt is itt van egy, látod, ez a... Az micsoda, milyen bogár? Ez a... Na, ki akartam venni. Ez a... Mi a neve? A... Pattanóbogár. Pattanóbogárnak a üzéje. Tehát akkor ez nem a... Legalábbis úgy néz ki. Nem a kukorica barkó. Ez nem barkó. És akkor barkó nincs is benne? Barkó még egyelőre nincs benne, hát ez a vezének, hogy hívják, de majd beazonosítom rendesen, mert figyelj, most fotózzuk ezt itt le, Matyi. Fotózz le, mert így most fényre jól látszik. Ha itt vagyunk a nemrég telepített villanypásztornál, és körülbelül a 10-12 karót már kitörtek, igaz? Igen. Úgyhogy, hát most itt az út mellett most cserétünk hármat vagy négyet. Nem tudom, hogy ezt a úton közlekedő valaki, vagy a vadak borították ide, ideig az út mellett nem döntöttek ki egyet sem, mindig a belső felén döntögették ki nagyjából ugyanazokat a karókat. Úgyhogy azért is akartuk korábban telepíteni, hogy szokják meg, mire ide haszonnövény fog kerülni. Hát úgy látszik, most már kezdik szokni, egy ilyen 30 karót kicserélünk, vagy 40-et, mire megszokják, de hát ez ilyenkor ez van a másik helyen is, ami le lett telepítve, az is körülbelül így volt, hogy napi szinten minden második nap kellett menni és javítani a pásztort, mert hát ugye már pillanat rá, meg itt meghúzzuk. Kellett javítani, mert amíg meg nem szokják, ugye megvannak a csapásaik, hogy merre járnak, és akkor mondjuk én annyira nem értek hozzá, csak így mind laikus gondolom én, és akkor ez a mi általunk reált dolog, ez ide belekerült a csapásukba, úgyhogy ezt nem nagyon szeretik, mi meg nem szeretnénk, hogyha majd az ide vetett kukoricánkat megennék. Na akkor kis érdekesség, itt a kocsiban mutatom meg, mert itt nem fénylik bele annyira talán a nap. Legalábbis próbálom, úgyhogy ne fénylengyebb bele. A fülgyúban van egy olyan lehetőség, hogy a táblán belül hivatkozási pontokat lehet hozzáadni. Itt rányomunk a termőtábla hivatkozási pontra, és akkor fényképpel lehet rögzíteni a hivatkozási ponthoz, fényképeket lehet rögzíteni, és akkor mi azt csináljuk, hogy a penetrométerrel csinálunk egy mérést, Matyinak a kezében már ott van, nyomja. Körülbelül piros aljánál lesz, és itt most jó, itt zöld végig. Jó, nyomhatod a fotót. Jó. És akkor ezt a képet elmentjük, ide megjegyzésbe hozzá lehet írni, hogy mi is az, mert most nem írok hozzá semmit, mert tudjuk, és akkor elmented, és akkor a táblán bármikor ide vissza tudsz térni, ez egy végleges pontra lett letéve, hogy következő évben is vissza tudsz térni, és egy mérést csinálni, és akkor a fényképről vissza tudod nézni, így, mennyit javult? Hogy javult, vagy romlott a
talaj szerkezete. Jó? Na, következő projekt. Elmegyünk, megjavítjuk egy-két helyen az utat, mert kedves arrafele közlekedők a földünket használják útnak. Elég szar az út, és inkább meg is elmenjünk, megcsináljuk, hogy ne a földünkön járjanak. Matyi meg elment az egyik gazdatársnak besegíteni, hogy mély almos trágyát kiszedni. Addig mi megcsináljuk az utat, aztán akkor utána meg majd meglátjuk délután, milyen szórakozást találunk ki magunknak. Úgyhogy csináljuk. Akkor közben el voltunk ebédelni. Cseréltünk, Mátyás átvette az útjavítást. Úgyhogy készül, az is lassan. Muszájt megcsinálnunk az utat, mert olyan rossz erre végül az út, hogy állandóan bejönnek a földre, és akkor a földet tapossák ki, aztán minket meg megszankcionálnak, hogy nincs meg a terület, amit lejelentettünk. Úgyhogy most lesz egy kis árok a főcén, a földet, amit meg kiszedünk, azt meg elterítjük az úton a kátyúkba, hogy ne álljon meg a víz, mert jár erre mindenki, ugye, és ilyen gyöngébb autókkal még nem tudnak elmenni. Na, másnap vagyunk. Takarítunk egy kicsit a magtárba, megraktuk a kamiont mésszel, úgyhogy valamelyik nap elszórjuk a meszet is. Úgyhogy pörgetjük a dolgokat. Megközeledünk a vetéshez is, de hát az még majd pár nap még. De hát a vetőgépet sem vettük elő. De hát majd azt is megcsináljuk mindent maga idejében. Úgyhogy toljuk neki. Rossz irány. Két tonna van fönn az autón, terrakalgóból. És akkor kicsit összetakarítunk, mert búzát meg átrakjuk, hogy ki tudjuk szedni, ott van bent legbelül a szóró. Most tudom, hogy hogyan csináljuk, majd mindjárt kitaláljuk. Akkor tegnap még letakartuk a meszet, már aztán az éjjel volt itt tribillió, olyan nagy szél, nem sok eső volt, egy félmilli eső, de nagyon fújt a szél is. Azért mésznek talán nem kéne megázni, igaz? Na hát mai műsor, hogy ki kell eregetnünk az ezresekből a nitroszolt a nagy tartályba, mert vissza kell adni, ezek ilyen visszaválthatós tartályok. És azt fogjuk csinálni, hogy ezeket kieregetjük. És akkor ünnepek után vihet. Mátyás meg kirakja azt a három zsákot, ami még a tubban van, hogy tudja a tartályokat hozni.
Vityás! Vityás, gyere fiam! A biciklis futárunk. Céljeles. Tessék. Jó? Főhúzzuk a dupla munkavédelmét, és most lesz prostata masszázs végbélen keresztül. Innen a kilátás, átlátok szemeibe. És már tudok is. Akkor készen vagyunk a tartály eregetéssel, úgyhogy ez a videó is kész lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek. Jövünk majd nem sokára újabb tartalmakkal. Lesz mindenféle munka. Először is majd. Na mindegy, majd meglátjátok. Na még egyszer köszi, ciao!